Sziasztok! Kezdedik a péntek esti kötetlen. Megvárjuk, amíg csatlakozik mindenki. Vanok annak, hogy most itt fent kezdek a van a könyves polc előtt. Megvárom, amíg mások is megjönnek. És mivel nagyon lusta vagyok, addig leülök. <laughs> látom, szépen gyűlünk. Gondolom a mikrofon jó. Mikrofon, próba. Éva Tapolcsányiné, sziasztok! Látod, fantasztikus köszöntés, nem csak nekem kell köszönni, mindenki köszönjön mindenkinek. <laughs> Elve egy ilyen sziasztokkal lehetni, vagy egy ilyen hello mindenkinek. Ez már közösségépítés, látom, tanultatok. Mindenki, sziasztokkal köszönöm. <laughs> Super. Szóval a mai esti kötetlennek direkt nincs külön témája, mert nem lesz külön témája. Egy szót sem vagyok hajlandó szólni, csak a kérdésekre válaszolok. Tehát most minden rajtatok múlik. múlik. Teljesen ti irányítjátok a műsort. Két apróság lesz, amit most meg fogok csinálni. Addig van időtök gondolkozni a kérdéseken. Mindegy, mit kérdeztek egyébként. Tegyetek próbál, bármit kérdezhettek, mindenre tudok válaszolni. Ne, hülyeséget is, persze. Két dolog, amit most így gyorsan az elején meg fogok mutatni. Beakadt az órám a csuklomra, nem ez, nem ez volt az egyik. Jó a mikrofon, szuper. Tehát még egyszer elmondom, csak így, így fogok ülni, és így hallgatok ha nem kérdeztek semmit. Most csak kérdésekre válaszolt, nincs semmi önálló. Kivéve egy dolog, és azért kezdtünk itt. Azért kezdtünk ide fent a hálószobában, mert ezt meg akartam mutatni nektek. Tegnap, tegnap aki, aki illetve egy pillanat. Visszaveszem magam, mert mégiscsak úgy illik, hogy engem lássadok, amikor beszélek. Tehát <kül> tegnap megkérdeztem ezt a csoport csoportbeszélgetést, amit csak azok látnak, akik ugye a csoportba be vannak lépve. Tehát ha most közületek van olyan, aki, aki nem látta a tegnapi csoportbeszélgetés, ami ugye egy zárt csoport, tehát azt, azt nem látjátok ezen az oldalon, akkor lépjen be a csoportba, biztatom, hogy lépjen be. Nagyon kellemes beszélgetés indult el, a tegnap esti élő is nagyon jó volt. Ahhoz kapcsolódik egy kicsit, hogy ott azt mondtam, hogy egy kis pozitívumot, egy kis boldogságról beszéljünk, és akkor azt mondtam, hogy hát mit tudom, én mindenki jön, -e nézze meg a kedvenc filmét. De ne kockáztasson ne kockáztasson új filmbe, hanem nézzen meg valami ilyesmit, amiről már biztosan tudja, hogy jó. És kihagytam valamit. Amit a legjobban szeretek, ugye ezt most fotoljuk ebbe a videóba gyorsan, de csak addig, amíg megírjátok a kérdéseiteket. Könyvek. Hát természetesen az olvasás És Legalább tizen emlékeztettek rá, hogy ők bizony olvastak, nem filmet néztek, és én is azt akartam mondani, hogy persze természetesen én is nagyon sokat, nagyon sokat euh, szoktam olvasni. Viszont a figyelmeztetés ebben is fennáll. Most csak olyat olvassatok, ami ismert, ami nagyon jó, nem bár ha már tízszer olvastátok, vagy százszor olvastatok, és most ezt akarom nektek ajánlani. Egy gyors ajánlás, és aztán csak a ti kérdéseitek jönnek. Szerintem az örök klasszikus, és bárki bármit mond a véleményemet tartom, hogy rejtőjelenőnek irodalmi Nobel-díjat kellett volna adni azért az életműért, amit alkotott. Mint látjátok, hát én azt remélem, hogy mindegyik megvan. Van egy-két olyan regénye, biztosan tudjátok, ami ami ilyen westernes. Én azt hiszem, hogy például a Bradley Tamás visszaüt. Ezeket annyira nem szeretem, de ugye az is megvan. Hát a klasszikusok, a 14 karátos autó, hát ezt mindenki tudja. Vesztek zár a Grand Hotelben, hát ebben a szenzációs magyar film is készült. Ugyanúgy az egy bolond száz bajt csinál. Az elveszett cirkáló. A megkerült cirkáló a párja. A csontbrigád menni vagy meghalni. A fehér folt, a fehér folt kétszer van, meg úgy látom ebbe is. Az ellopott futár. Az előretolt helyőrség. A Szőke ciklon. Hát ez valami fantasztikus. A Láthatatlan légió. És végül a Hálasdőr Afrikában, amiből ugye szintén egy magyar játékfilm készült, nem is tudom, talán 92 körül? Jó, mellette már ott vidít a kőszívű emberfiai, és tovább, de hát ugye ezt most nem részletezem. Öm, azért akarom nektek... Jó, ja, egyébként a könyvekben, mint látjátok, van olyan is, ami nagyon-nagyon ami szakadt már, régi kiadás, tehát ennek látszik, hogy a gerince már teljesen széta Nem azért uh, ilyen, mert én olvastam ilyen röntős, de meg vannak egészen újak is. Ez ö, uh, azt hiszem, hogy Albatrosz. kiadó, ez, a, ez pont a szőke ciklon. Albatrosz könyvek, Budapest 1968, hát ezek még, még hiába ezek közel 60 éves ez a könyv, de ez ugye még mindig nem eredeti első kiadás, hát uh, rejtve ezeket a háború 40-es évek. Sajnos ugye hát tudjuk, hogy meghalt a háború alatt, elvitték. Talán őt is azt hiszem munkaszolgálatra. <coughs> Ö, ilyenkor felmerül az emberben a kérdés, hogy mi, történhetett volna, ha egy ilyen elképesztő nagyság, aki csak úgy leült egy kis kávéházi sarokba, és így csuklóból írt ilyen könyveket, amiket, és ezt most mondom nektek, amikre azt mondják, hogy ez ponyvairodalom, de akármi történik is, most le tudtok ülni, újra olvassátok, ugyanúgy nevetni fogtok rajta, sírni fogtok rajta, izgulni fogtok rajta, teljesen mindegy, hányszor olvassuk el újra és újra. Fantasztikusak, úgyhogy ez, ez, ezt az ajánlást akartam elmondani, hogy aki, aki nem egy megszokott filmet akar most nézni, közben indulunk lefelé, aki nem egy megszokott filmet akar most nézni azért, hogy ebben a járványteres időszakban jó kedve legyen, az mondjuk olvasson egy, egy kedvenc könyvet. És nekem a kedvenceim a rejtőjönő könyvek, számtalanszor újra olvastam már őket. De, és még mindig nem tudom azt mondani, hogy kívülről tudom mindegyiket. Tehát annyira jellegzetes a nyelvezete, hogy, 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 hogy még mindig meglepnek dolgok. Na, leértünk a nappaliba, közben, közben megy a, a, Boardwalk Empire, ez a, ez a maffiás sorozat, amiben mindig elfelejtem a színésznek a nevét, de ugye ő szerepel benne, ide színész. Fantasztikus sorozat egyébként, csak ezt nem ajánlom ilyen időkre, mert ez, ebben mindenkit megölnek. És akkor mielőtt a kérdésekre rátérünk, még egy dolgot meg fogtok nézni, hogyha szeretnétek. Ha nem, akkor, akkor, akkor nem nézitek tovább az épületes, de ezt meg kell csinálnom. Enni kell adni a halaknak. Tehát ugye már a múltkor ezt, hogy 8 órakor... Mert múltkor eljátszottuk ezt, hogy 8 órakor kikapcsol a... Tehát elkezdődik a a holdfényeffektus. Tehát a halak ilyen, ilyen, hát itt körül szoktak enni kapni. Tehát nyolc előtt nem sokkal. És amikor már tudják, hogy jön a kaja, látjátok, akkor elkezdenek gyűlni ebbe a sarokba. Látjátok, már itt úszik és már tudják, hogy akkor most jönni fog a kaja. Úgyhogy most egy kis etetés lesz, és addig még gondolkozhattuk a kérdéseken. És mutatom is, hogy mennyire szeretnek ilyenkor enni. <laughs> Hogyha... Igen, lehet, hogy egyébként a következő élő videók az lesz, hogy, hogy így az akváriumot mutatom, még csak így beszélek alá. Tehát legalább lesz valami olyan, ami, ami tetszik nektek, ami érdekes. <laughs> a meg közben ott kutat lent. Tehát ő arra vár, hogy, hogy valami leessen neki is, csak az első néhány darabot azokat a halak, tehát a fentúszó halak, azok így bekapkodják. És amikor majd ők telették magukat, akkor kap a harcsa valamit oda lent. És van egy nagyon nagy harcsa is, aki most éppen nem látszik, de valahol ott hátul rejtőzkedik, na ő meg csak este fog majd előjönni. Ez a napi rutin, az esti rutin. Most pedig leülök ide a kanapéra, és ahogy egykoron, nem is tudom, Vitrai Tamás volt az ugye, aki azt mondta, hogy csak ülök és beszélegetek. Úgyhogy én most csak ülök és beszélgetek kicsit, Megemeljük ezt az asztalt. Oké, okay, sikerült nem kiborítanom a bort, amit már ide készítettem az esti beszélgetéshez, és lássuk a kérdéseket. Csak előtte, cheers! Még mindig nem tudok betelni ezzel, ez még mindig az a portugál bor, amit a... Ja, jó Isten, mikor volt az? Akkor is az akváriumot néztétek, két adással ezelőtt, tehát két héttel ezelőtt nyitottam ki ezt a Portugálból, ennyi, tehát ezzel most vége, de még mindig, te látszik, milyen alkoholista vagyok, hogy ennyi, ennyi idő, még egy pohárból. Na nézzük a kérdéseket. Csak kérdésekre válaszolt, tehát most nincs önálló téma. Jaj, vissza kell lapoznom, nagyon sok kérdést tettetek. Sziasztok, sziasztok, mindenki köszönt, jó, ezek megoltak. Henriette Horváth azt írja, hogy olá. No, csak valaki van, aki itt van Spanyolországban. Hello. Na, lássuk, hol az első kérdés. Mindenki már jó estét kívánt, ennek nagyon örülök. Évgül is csapatot építünk. Ágóta barát, érdekes szinte csak nők vannak itt. Ez ugye nem kérdés, de erre, erre reagálok. Nem tudom, hogy érdekel-e valaki, de akartam egy-két ilyen, statisztikáról beszélni. Ha akarjátok, akkor írjátok be, és akkor lemegyek a géphez, és megmondom, kit érdekel vajon, hogy az, ugye nekem a Facebook leadja ezeket a jelentéseket, hogy vajon mit satszoltok, mi az arány az oldalon a lájkolók? Hány százalék a nő, hány százalék a férfi? Vagy milyen korcsoportban van ez a megosztás? Erről is beszélhetünk egyébként. Ezt meg akartam nektek mutatni, de most inkább a kérdésekre fókuszáljunk. De azért, akinek van ötlete, hány százalék férfi, hány százalék nő? Írjátok be. De miért érdekes az, hogy csak nők vannak itt? Képzeljétek el, a munkám miatt, ugye szoktam követni ezeket a dolgokat, és a napokban jött az a hír, hogy most érte el először a 100 millió látogatót. Tehát most, most nem 100 millió látogatót, hanem 100 millió követőt most ért el a világon először valaki TikTokon. A TikTok ez ilyen ez kis alkalmazás, amivel ilyen néhány másodperces videókat lehet csinálni, ilyen vicces zenés aláfestéssel képzeljétek el, 100 millió követő. El tudjátok ezt képzelni? Magyarországon a legtöbb követője, mit tudom én, ilyen Majka, Kasszatibi, meg, meg ilyen szintű embereknek van, mit én, 800 ezer, meg 1 millió. Ugye, tehát a lakosság 10 a 100 millió ember nem jön össze egyetlen országból. Tehát azt jelenti, hogy ez a valaki, aki elérte ezt a 100 millió követőt, annak így az egész világból mindenhonnan kellett. Na most mit gondoltok? Egy, mennyi idő alatt ért el, kettő, mivel, és ki ez? Nincs idő, hogy megvárni a válaszokat, és Googlezátok, egy 16 éves lány másfél év alatt érte el ezt a 100 millió követőt, és azzal, hogy az első videójában itt táncik át. Na jó, most azóta nyilván már, már nyomják ezerrel a szponzorok meg minden, de, de, most gondoljátok meg, hogy egy ilyen 16 éves lány, aki... Jó, most nem csak erről a lányról beszélünk, mert ö, ugye nem akarunk pedofiliába átcsapni, mert talán mit tudom én, az már nem számít annak, de mindegy. Ö, tehát vannak olyan nők, akik pff, kigyúrt test, cici, minden, mutogatják magukat, na most mit gondoltok, hogy akkor ott meg férfiak vannak többen, vagy nők? Melyik nő, tehát közület? most sok nő van itt, azt írjátok, szerintetek, ti hányan lájkoltok olyan képeket, amin ilyen szőke cicababákat tükör előtt fotózzák magukat bikiniben? <laughs> Egyszerű a magyarázat. <laughs> ha valaki, tehát ha egy... Ö... Most annyira szerénytelen akarok lenni, hogy azt mondom, ha egy okos férfi beszél, az lehet, hogy inkább nők hallgatják. Ha egy szép nő mutatja magát békédében, azt meg férfiak lájkolgatják. Tehát, ágóta, ez a magyarázat a felvetett problémára, de ez, de ez nem kérdés volt, de azért elmondtam. <laughs> Na, első konkrét kérdés. Iva Tapolcsányi né? miért csak magyar hölgyeket keresel párnak spanyol vagy más nemzetiségű, nem jöhet szóba, igen. <laughs> Szerintem ez a kérdés már volt, de mivel nagyon sokan ö, csatlakoztak újonnan, így lehet, hogy bizonyos kérdéseket mindig újra meg újra el kell magyaráznom. Attól függetlenül, hogy én tíz éve élek Spanyolországban, nekem a magyarság tudat az nagyon fontos. Én nem hiszek abban, hogy egy vegyes házasságban, tehát ha most mondjuk spanyol nőt keresnék, gondoljátok el, eleve, eleve a, az anya, a nő az, aki megszüli a gyereket, az, aki hiába van egy férfi is mellette, mégis az anya az, aki a legközelebbi kapcsolatban van a gyerekkel. Tehát ha, ha egy vegyes házasságban a nő a külföldi, mondjuk így, most ez ugye hülye kérdés, mert nem mondhatom magam azt, mi lenne, ha én nő lennék, akkor spanyol férfival, hát ez pancsa tudját, ilyen hihetségekben nem gondolok bele. De tehát ugye, ha a nő külföldi, akkor még inkább az lenne az anyanyelve a gyereknek, ami az anyának a nyelvet. És nagyon nehezen, nem hiszem, hogy egy idegennyelvi környezetben, idegennyelvi anyával az egy magyar gyerek lenne, és én azt, azt, azt szeretnék. Én azt szeretném, ha, <coughs> ha tudná mindazt, amit én, amit nekem is megtanítottak a szüleim. Gyerekkoromban már a Székenhimnuszt énekeltük. Nem, jó, hát ez nem kötelező, csak mondom, hogy akkor még be volt tiltva, és akkor én nagyon érdekesnek találtam, hogy, na hát mi ez a szép, ez a furcsa hangzású dolog, amit énekelnek, úgy csendben a felnő, úgy elbújva a felnőttek egy darab papírról, és akkor azt mondják, nem szabad, talán nem emlékezzél rá. Nem ezt jelenti magyarnak már, mert azóta a szabad énekelni a most más dolgokat nem lehet otthon, tehát minden rendszer hoz ilyen, ilyen, dolgokat, de gondoljátok el mondjuk, ez amit, ez amit elmondtam rejtőről. Ha lenne egy külföldi feleségem, bármennyire is tudna megtanulni magyarul, és ez életben nem jönne át. azaz tipikusan magyar érzés, amit mondjuk egy, egy régi magyar fekete-fehér filmben látjátok, tudjátok, ez, az urán bátyám dolog, hogy na hát, kedves bátyám, hát akkor. És akkor a szegény tisztviselő meg, ugye mindig kabos, mindig ilyen <laughs> szegény. Na mindegy, tehát ugye számtalan oka van, de ez, alapvetően ez a kulturális különbség, ez, 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 csak akkor átidalható, ha valaki hajlandó arra kompromisszumra, hogy aztán a gyerekei multikulturálisak lesznek. Nem, nem tudom, de. Én azt jónak tartom, ha egy gyerek azonnal több nyelvű. Tehát az nagyon jó, ha egy gyerek azonnal megtanul spanyolul, angolul, akármilyen nyelven, de az identitás tudatnak ki kell alakulni először. Tehát ezért keresek magyar társat. És nem hiszem, hogy nem hiszem, hogy az a fajta kommunikációs igény, ami bennem van, tehát így mondjuk egy könyvről beszélni, vagy valami, ez, ez megoldható lenne. Nagyon jól tudok angolul, nagyon jól tudnék beszélgetni egy, egy lányjal, még akár ez a szerelem is működhet, de olyan mélységig nem tudnánk belemenni abba, hogy felolvasok neki valamit rejtőből, vagy felolvasok neki valamit. Ja, és akkor mondhatnátok, a ő meg felolvas nekem Jane Austenból, és én nem értem. Lehet. Katalin Balta olyan vagy, mint egy kis okos könyv. Szerintem ezért szeret téged hallgatni mindenki. Ezt már régen feltaláltak engem, már leváltott a Google. <laughs> Hangkeresés is van, be tudjátok írni, vagy bemondjátok így. Nekem is olyan a tévém, hogy a távirányítón van egy ilyen, egy ilyen gomb, így belebeszélek a Youtube-ba, és akkor azonnal vetíti azt a videót, amit akarok, vagy, vagy megtalálja azt, amit akarok. <laughs> e, ígyunk. Az a biztos. Na jó ez a portugálból, de most már vágyok valami másra. Hát tudok, ez is jó lenne egy társ, mert én két hétig iszok egy üvegbort, és már megunom. Néha ott, hogy a hűtőben három üvegből is ki van nyitva, mert nem bírom megvárni, amíg egy elfogy. Tehát nem lehet az egy bort olyan sokáig nyitva tartani. Ezt úgy jó megint, Ez olyan, mint a rántott hús. Nem olyan, mert a rántott hús az hidegen is jó. Tehát az már akkor is jó, hogyha nem frissen készült, hanem így úgymond kimerett. Képzeljétek el. Ó, annyira ilyes vagyok. Én, én, állandóan szenvedek ettől az éjségtől, és most egy pillanatra elgondoltam, hogy van itt egy hatalmas szelet, kihűlt, rántott hús, amit egy szelet kenyére, egy kis saláta, egy kis másik szelet kenyere, és... De jó lenne. De ez nem kérdés volt, ez csak így hozzátettem. Ágnes Baranyi. Mi az a tíz dolog, amit nem szeretsz? Ezt nem ecsetelted még. Ne csaljál, ez egy külön videó. Elmondtam, hogy lesz egy olyan videó, amiben... ugye volt egy videó, amiben elmondtam a tíz dolgot, amit szeretek, és azt is mondtam, hogy lesz egy videó, amiben elmondom a tíz dolgot, amit nem szeretek. Nem szeretem, a sürgetnek. egy. Nem, csak viccelek. <kül> Jó, egy dolgot elmondok. Egy dolgot elmondok. De csak egy dolgot. És akkor most tíz másikat kell tanálnom, mert ugye nem mondom azt, hogy egyet már elmondtam, legközelebb csak kilenc lesz. Egy dolgot elmondok, nem bírom a hülyeséget. Nem bírom a, a hülye embereket, nem bírom, a, amikor valaki. Ö, tehát akkor a katasztrofális. Az, hogy valaki hülye, az nem egyenlő azzal, hogy mondjuk nem annyira művelt, mint én, vagy, vagy akármilyen szinten is. Tehát ezt, ezt ne keverjük össze. Egyrészt mind különbözőnek születünk. Van, aki, van, aki magasabb intelligenciával születik, van, aki kevesebbel. Ez, ez még nem befolyásolja azt, hogy, hogy ő, milyen ember legfeljebb a kezdeti kiinduló lehetőségeit esetleg korlátozza vagy segíti, attól függ, hogy mennyiben használja ki. Intelligens emberek is lehetnek, nagyon nehéz természetűek. Én. Én? <laughs> milyen a természetem, mit gondoltak? A hülyeség az azt jelenti, amikor valaki nem hajlandó bővíteni a, a tudás halmazát. Tehát amikor, az nem baj, ha valaki nem tud valamit, de legyen igénye arra, hogy, hogy, ha esetleg valami felmerül, amit ő nem tud, akkor ne buta módon azt mondja, hanem, és nem kell mindenek utána nézni. Tehát most, ha felszállsz egy repülőre, nem kell tudnod, hogy mitől repül. Nem így értem. Mindig rákényszerítek, tehát mindig rákényszerítetek, hogy politizálj, de úgy nem akarok, de ez egy nagyon jó kérdés a választásokkal kapcsolatban. Jó lenne, ha csak az szavazna, aki tudja is, hogy mit csinál. És ez jelenleg nem így van. Ebben a problémák és megoldások csoportban én mindenképpen akarom folytatni ezt a sorozatot, amit elkezdtem. Ha, ha, ha most csatlakoztok, szeretném, ha sok mindenki csatlakozna a problémák és megoldások csoportba. Ugye tettem fel már korábbi írásokat, amiről azt mondtam nektek, hogy én szeretném leírni azt, hogy szerintem mitől lesz jobb a világ, és ezek különböző részeket mutatnak be demokráciáról már volt szó, hogy miért nem működik. Szeretnék külön írni egy cikket kifejezetten a választásról. Tehát, hogy a demokratikus választásoknak hogy kellene lezajlania. Nem már róla kell titkot, ebben nekem az a véleményem, hogy a választási jog és a választhatóság jog széles körű korlátozása nélkül soha nem lesz rendes demokrácia. És erre most már szükségünk van. Hogy ez most mekkora vitaindító lesz, hogy azt mondom, hogy évszázadokig harcoltunk, sőt, ugye a, a nők még külön pluszban harcoltak azért, a feketék még külön. A nők mondjuk a századfordulón a szüftesetteknek köszönhetően megkapták a szavazati jogot, a feketék csak a 60-as évek polgári jogi mozgalma miatt megkapták azt a jogot, hogy szavazhassanak, most meg vegyük el. Igen. De nem, nem azt mondom, hogy vegyük el, azt mondom, hogy ne automatikusan járjon. Hanem ha már csak annyit teszünk, hogy például azt mondjuk, hogy csak az szavazhat, aki kéri, hogy szavazhasson, ez már egy óriási szűrő. Ez már egy óriási szűrő. Nem megyek bele most részletekbe, ez majd egy másik videó lesz, de ilyen, ilyen, dolgokról lehet, hogy akarok majd beszélni. És azt mondom, hogy, hogy a hülyeség bizonyos elemeit itt simán megnyilvánulnak, és ezt nem szeretem, tehát ezt, ezt utálom. Ezt nem szeretem. Egy dolgot hallottatok most a tízből. Csöre Szilvi, a háttérzenét is adhatsz a kedvenceid közül, nem adhatok, mert jogdíjas. Tehát azért van mindig néma csend, különben persze simán szeretném, a szólna a zene, és gondoltam rá, hogy csinálok zenei videót, ami énekelek. És így táncolok hozzá, tehát így előadom, hogy mondjuk uh, the winner takes it all. <laughs> Minden mind abbától biztos, hogy én csak ilyen számokat tudok. Tehát a, Egyszer megkérdezte, <laughs> van egy pendrive-om a kocsiban, tele van zenével, mit ugyanazokat a zenéket hallgattam, és azt hiszem, egyszer a kollégám megkérdezte, hogy Ugyan mondjam már meg, mi a legújabb szám, a, legut a legfrissebb szám ezen az izén, mert ilyen 50-es évektől kezdve. És lebuktam, mert Amy Winehouse volt a leg, legújabb. Tehát a, a, a Back to Black azt hiszem, e, fogalmam sincs én, De talán ilyen 2000-2002-et, új számaim nincsenek. Úgyhogy ilyenekre esetleg majd igen egy ilyen éneket elő tudok adni, de szerzői jogi dolgok miatt nem szólhat most a háttérben nem mert letiltják Anita, mikor főzöl újra élőben? Bármennyire is furcsa nektek, de utálok főzni, azért nincs rántott hús. Nem is tudok egyébként. Lehet, hogy ezt már észrevettétek, hogy <laughs> nem tudok főzni. Bortini nagyon jól tudok. Tehát úgy tudok Bortini, hogy mindenki azon a megkívánja volt. Figyeljétek. Hmm. Hmm. Hát ez... Pff, így. Így kell bort inni. <sorban> biztosan tudni szeretnétek, hogy milyen ez a portugálbor. Lesz majd főzés. Kényszerből főzök, és az inkább egy bird lesz, azt azért mutatom, mert um, szórakoztató, a sónak a része, hogy főzök, de néha próbálok komolyan főzni. De képzeljétek, hogy ilyen egyszerű dolgokat nem tudok megcsinálni, töltött káposzta, vagy vagy, 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 mondjuk ez a nyamajás rántott hús. Nem tudom. Lehet, mert egyszer kéne úgy főznünk, hogy én főzök, ti meg mondjátok, hogy mit csináljak. Ez mennyire lesz hatékony körülbelül? Csináljunk ilyet? Kis Krisztina. Ez nem kérdés. Gyerekkoromtól volt akváriumom, 40 éves koromig imádom, szép a te akváriumod is. Nekem is. Tehát nekem is így volt, és én emlékszem, hogy amikor az, tehát már az általános iskolás koromban is volt akvárium, és akkor mekkora üzletek mentek a guppikkal, hogy 50 fillérért vittük be befőtt a súlyokba, és adtuk el a szerencsétlen osztálytársainknak. Sőt, biológia órán még volt egy osztályakváriumunk is, egy ilyen kis pici ötliteles akvárium, és akkor mindig vitt bele valaki egy guppit, vagy vitt bele egy, egy növényt, és akkor ez az évad végé, az év végére, a tanév végére teljesen kiburjánzott, meg 50 gupi lett benne. Akkor még lehetett ilyen dolgokat csinálni, mert azt szerintem mindenki csak a telefonját nyomogatja. De igen, én is kereskedtem guppikkal még gyerekkoromban. Ágóta barát 10% férfi. Látom, már találgatjátok az arányokat. Sörös Melinda, szia! 90% nő. Hmm. Tudjátok, mint akkor most találgasson mindenki, és a következő videóban statisztikákról fogunk beszélgetni. Korosztályt is kitalálhatjátok egyébként. A Facebook az ilyen 10 éves jelentéseket ad. Tehát ö, azt hiszem, hogy 18 és 24-től indul, aztán 25, 35, 36, 45, 46, -5, és így, így, így tovább. Mit gondoltok, ki a legtöbb látogató? Ildikó pusztán 80% nő, 20% pasi. Na most már valami, valami kérdés is legyen. Edith Farkas. Oldalat kedvei 90% nő, 10% férfi. Na jó, de most gondoljátok el, van... Nem tudom, kb. 9000 követő, mindig elfelejtem megnézni, hogy pont most mennyi. és ha van 10% férfi, az 900. Hogy, hogy, nincs most itt egy sem, aki kérdezget? Na, én se tudom. Jöjjön egy férfi. Tehát, ha most bárki férfi nézi az adást, írjon be egy kommentet. Csak, hogy meglássuk. Addig iszok egy kortyot. Vagy cikke egy férfinak egy férfitől kérdezgetni? De ez nem, ez nem ilyen. Ez nem ilyen meleges ilyen. Ez nem. Nyugodtan kérdezhetnek férfiak is. Én, ha néznék egy adást, és, és, pont egy férfi beszél valami hülyeségről, mint mondjuk, hogy én, én kérdeznék. Éva katona egyet sem, de a kigyúrt pasikat sem. Ez nem tudom, mire vonatkozik. Lehet, hogy az, amikor azt mondtam, hogy a műcici a tükörölt fotózzák magukat az Instagramra? És hogy azt nem követnéd? De a kigyúrt pasikat sem. Így pedig nekem vannak súlyzóim, tehát így... Hát annyira nem kigyúrt, de azért... valami, valami akad. A lábamat meg sem mutatom, mert a lépcsőzés következtében nekem olyan vádli ma, hogy ti azt elképzelni nem tudjátok. Akkor most, jaj, vesztettem egy követőt. évokaton el fog menni. Vagy ez még nem számít ki gyújtnak? Nincs, nincs kocka tehát a sixpack az hiányzik. Kövér vagyok, fogynom kell. Jaj, Anita Berend, olyan, mint a sült nem mond már ezt, most mondtam, hogy kövér vagyok, sült nem lehet csinálni. Andrea Seprényi, régi magyar színészek, színésznők közül bepillantást adsz a kedvenceid közé, melyik filmekből? Liliomfi. Darvas Ivánnal. Mekkora film az? 54-es talán? A tizedes meg a többiek, Sinkovics. Ugyanúgy Darvas Iván abban is benne van, de most csak a fő szerepeket mondom. És akkor jön belőle, benne van Márkus László is, ugye ő a német tiszt, akinek azt mondják, hogy az oroszok már a Spájzban vannak. Hú, valaki bért, hogy én férfi vagyok, majd mindjárt oda fogok kérni, válaszolni fogok, ne menj el. El ne menj, el ne menekülj, <laughs> csak ketten vagyunk. <laughs> Tehát Márkus László ott ül, német tíz zabál, zabál, és akkor a tisz megjelenik, amikor a dzsemet ugye leveszi a spájzból az orosz feje. Ott van, és azt mondja, az oroszok már spájzban vannak. Egy egész generáció nőtt fel ezen. Egy egész generáció nőtt fel ezen, hogy, hogy az oroszok már a spájzban vannak, és mindenki tudta, hogy ez mit jelent. Tudjátok, amikor azt mondják, hogy Magyarország volt a legvidámabb barak, így a, így a keleti blogban, akkor, akkor összetartott minket valami ilyesmi, hogy szavak nélkül tudtuk, hogy mi van. Ott volt a rendszer fölöttünk, ott volt az elnyomás. Én most mondhatnátok, hogy túl fiatal vagyok ahhoz, hogy ezt tudjam, de nem. Ugye 74-ben születtem, és 16 éves voltam a rendszerváltáskor. Emlékszem, már a középiskolában a tévén néztük az első szabad választásokat. Én tudom, milyen volt azért az a, az a szociálista rendszer, amikor még május 1 felvonulni kellett, meg, meg ilyenek mindig volt egy ilyen összesúgás, és ezt tudtuk. Ez, ez, az összetartozás. Ez az, amit egy külföldével soha nem tudsz megosztani. Tudjátok, voltam, amikor, amikor, a főiskola alatt, ugye nyertem ezt, a, ezt az ösztöndíjat, ezt mindig szeretem elmondani, hogy így büszkék legyetek rám. Fél évet a Genti Egyetemre, ez Belgiumban van, Brüsszel mellett egy 50 kilométerre. A, a, a diák otthon, ahol, ahol laktunk, hát az ott mindenféle Erasmus diák volt, az Erasmus program volt, Erasmus ösztöndíj. Voltak spanyolok, portugálok, hollandok, ugye ők egész közel jöttek, hát Belgium, Hollandia szomszédos, angolok, írek, franciák, talán olaszok is, de arra nem, abban nem vagyok benne biztos. Görögök, tehát a kontinens másik felül is, meg kelet-európaiak, románok, mi magyarok, lengyelek. És tudjátok, akármi volt. Mindegy, hogy most csak tévét néztünk, mindegy, hogy most akármi volt azonnal tudtuk, hogy ki kihez tartozik. Tehát, mint ahogy Mózes ketté választotta a Vöröstengert, úgy vált el kelet és nyugat. Nem szó szerint, mert ugye a görögök inkább keleten vannak felénk, de teljesen más a mentalitás, teljesen más a gondolkodásmód. Nem azt mondom, hogy ez jó, ez szomorú. A mi gondolkodásmódunk ö, mindig teljesen más volt. Ö, nem megyek most bele részletekbe, de, de például ez is okozza azt, hogy, hogy a külföldi belvaló párkapcsolat számomra nem, nem igazán elfogadható. Bár most már így öregen megtörtént, tíz év után itt egyedül lehet, hogy azt mondom, hogy bárki csak becsöngetne itt. Páger Antall. Hatalmas. Páger Antal. Most meg fogtok szólni, hogy csak férfi színészeket mondok, mekkora himsovidizmus ez. Páger Antall még ugye a régi rendszerben kezdte el, tehát még a 30-as, 40-es évek, még régi magyar filmekben szerepel, meg már, mivel itthon maradt, kommunista filmekben is, de egyszerűen teljesen mindegy volt. Teljesen mindegy volt. Azt, az, azt, a, azt nem lehetett elvenni, mindegy milyen pártállam volt. Az a Páger Antal volt a megtestesült úriember számomra. Tehát az a, az, a, az, a, az a klasszikus. De bizonyos szempontból ilyen volt azért mondjuk, tudom én, Sinkovics is. Tehát mondom, nem szerettem régen ezeket a vers mindenki dolgokat, de most itt felnőttebb fejjel már tudom, amikor, amikor Latinovics vagy, vagy de mondjuk néhány női nevet is, Tolnai Klári, Karádi Katalin, Rutkai Éva, tehát így tudok azért női neveket is mondani, akik, akikre így fel lehet nézni női színészek közül. <laughs> Éva Tabolcsányi, te nagyon exakt kérdéseket tesz fel. Te takarítasz, hogy van segítséged? Nincs segítségem. Mert ezt is elmondtam egyszerűen, amikor beköltöztem ebbe a villába 5 évvel ezelőtt, az volt az első dolgom, hogy elküldtem a medencét mert nem szeretem, hogy idegenek bemászkálnak ide, és akármikor, amikor neki tetszik, neki kezdem a medencét tisztítani. Mert ugye ez nem úgy nézett ki, hogy hogy, hogy akkor most becsenget, és akkor vagy megbeszél. Nem, a medence úgy működnek, hogy van egy kulcsa, így végigjárja ezt a, mondjuk ebbe a, ebbe a van kb. 30 villa, amikor idejön ebbe, akkor ugye, tudjátok, mondtam, hogy a medencét mondjuk rendszeresen fel kell tölteni. Kinyitja az első villát, megnyitja a csapot, hat folyna víz, megy a következő, hat a víz, a harmadiknál beledob egy adag klórt, a negyediknél letesztel, és amikor végzett, akkor az első, ez az a vizet, a következőnél. Tehát ez nem jelzik nekem ez a kibemászkálás. A medencét is nekem kell takarítani, a a, a, a felmosás, a takarítás, a főzés, az egy katasztrófa, Tehát nem akartok körülnézni. Most nem akarom megmutatni a szőnyeget, hogy egy kis szotyi darab itt. <laughs> nincs amúgy, de most komolyan, tehát megmutatom, jó? Tehát ne érje szó, Aglegényes élet az milyen. Tehát uh, itt, itt van egy-két ilyen kis, az, az például nem tudom, mi az a kis fehérnya, vagy az fel kéne meg meg azért mit tudom én, itt is van ezért egy kis egy kis ilyen nyavaja. Hát mit tudom én, ugye, az elektronikai cuccoknak a tetejét azt hogy nem ártana leporolni, mert most véghúznám rajta az ujjam, akkor az durva lenne. És ott, amikor a halaknak enni adok, szokott néha egy kis halkaja kiszóródni. Azt a növényt most tettem oda, mert ma, gazoltam. Nem tudom, emlékeztek -e, de itt tele volt növényel. Megcseréltem a hajókat. Tehát most ez a hajó ide került, itt is volt egy nagy zöld növény, ha emlékeztek, az most lekerült oda, és egy kicsit meg, megegyeltem itt ezt a növényt, úgyhogy, úgyhogy ilyen növényes dolgokat ezt csinálok, de Hát bizony, takarításban sokszor nem vagyok maradva, most is a mosogatni valóda van hajítva a konyhába, de azt már nem mutatom meg. Egyszer volt olyan, hogy hívtam takarítót, de nem, 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 nem tetszik ez, hogy idegenek bemászkálnak ide. Nincs segítségem, én takarítok. Röviden is válaszolhatnék, mindig túl sokat beszélek mindenről. Szóljatok rám. Encike, polyák, mi a horoszkópod? Na, hát ezt... most megmondom, mindenki röhögni fog. Oroszlán. De tehát én nincs, tehát ez hülyeség, jó? Tehát ha, akkor csak 12 fél ember lenne, hogy ez igaz lenne. annyira szeretem, amikor valaki azt mondja, hát tudjátok, én mérleg vagyok, vagy én rák vagyok. Mondom, és tehát tovább, tehát mi, mi, van, aki azt hiszi, hogy termék, tehát ő azt mondja, hogy hát én tudod, én rák vagyok azért nem tudom, mi a rák. Tehát, és akkor ez természetesnek természetesen hogy nekem értenem kéne, hogy hát minden viselkedésére az a magyarázat, hogy ő rák. Nem tudom, hogy gyerekkorában túl sok horoszkópot olvasod, és azt mondták neki a szülei, hogy akkor és nyányom, te már rák vagy, neked ez már... Most mondanám a példát, csak nem tudom, mit csinál egy rák, vagy egy, vagy egy mérleg. Volt olyan lány is, akivel ismerkedtem, aki tudományosan kiszámolta, hogy a horoszkóp alapján illünk -e egymáshoz. És ez alapján döntött el, hogy jó lennék -e neki, vagy nem. Szerintem az oroszlán mindenhez illik. Ez ilyen Jolly Joker, egy, csillag, egy. Olyan, hogy vagy mindenkihez illik, vagy senkihez. Melyik lehetek én? Sörös Merin, de külföldön nem is annyira egyszerű ismerkedni. Tapasztalatom szerint, férfiak nehezebb helyzetben vannak ebből a szempontból, mint a nők. Igen, mert a nők hajlamosak hozzá menni külföldihez. Tehát itt is rengeteg. Túlzási rengeteg, de azért több magyar lányt is ismerek, akik uh, spanyol párt választottak, és mondjuk ennek nem szoktam örülni. Hát pocséklás. Hát miért nem én? Ma... <hállt> Csak viccelek. Éva Tapolcsányi név. Gyanús vagy te nekem, most már megnézem, mert nagyon melbevágó kérdések jönnek itt. Tehát most már nem emlékszem rá, hogy korábbi műsorokban szerepeltél volna. Ki, 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 ismeri? Tegye fel a kezét, aki ismeri Éva Tapocsányi. Ne menekülj el, csak viccelek. Csak azért, mert én már látom a kérdést, de felolvasom nektek is. Szoktál szomorú lenni, magad úgy úgymond. Hogyan húzod ki magad ebből a helyzetből? Mint Münhausen, így a hajamnál fogva. Igen. Egy órával ezelőtt még sírtam. Itt mielőtt elkezdtem a, elkezdtem a, a, a műsort, vagy öt zsebkendőt össze kellett szednem nem magam most írtam, hanem egy filmet néztem, az a cím, hogy Áttörés. Egy olyan kisfiúról szól, aki alatt beszakad a jég. És egész hosszú ideig víz alá kerül, és hát kimentik, de ilyen, ilyen 15-20 percet tölt a víz alatt. Tehát ugye az már komoly agykárosodást okozhat, vagy valami. Kimentik, az egész város imádkozik érte, anyja, stb. Tehát egy ilyen, egy ilyen nagyon szomorú szíveszóló történet volt, hogy én végigbögtem az egészet. De látjátok, most mégis tudok nevetni utána. De vannak dolgok, amik így, így érzékenyen érintenek, és ez kicsit olyan, olyan, most nem mondom, hogy milyen, mert ugye ezt a szót már nem lehet kimondani, egy férfi ne sírjon. Tarzan, ez most egy Tarzan üvöltés lett volna, csak ha tényleg üvöltök meg velem a mellem, akkor, mik a mikrofonba megsüketültek. De tudom, Johnny Weissmüller lehet utánozni, hogy Jó <súrgat> <súrgat> Johnny Weissmüller volt az első Tarzan, tudjátok, magyar volt egyébként. És a Jane-t hívta. Csak nincs olyan jó alakom, mindnek ide, de most nem veszem le a pólómat. <kül> um, igen, szoktam szomorú lenni, és um, olyankor iszom. Mi most? Most nem vagyok szomorú, csak most iszom. Nem iszok egyébként, amikor szomorú vagyok, vagy legalábbis nem azért iszok. Um, Neked azt javaslom, hogy lépj be a csoportban, nézd meg a tegnapi videót, amiben elmondtam hat olyan pontot, Amivel, amivel most uh, el tudjuk kerülni a vírushelyzet okozta depressziót, rossz rosszkedvet, stb. Na most én nem vagyok egy ilyen érzelgős személyiség, azt számítva hogy időnként végig egy filmet. Én logikusan magamnak is meg tudom magyarázni azt, hogy ez a helyzet ezért, meg ezért, meg ezért van. Én uh, el tudom mondani azt, Magamnak, hogy most nincs társ, de talán egyszer majd lesz. Voltak évek, amikor voltak randik, volt olyan, aki volt. tehát próbálkozások voltak. most nem azt mondom, hogy tíz éve remete életet élek, és semmi nincs. De jó lenne már kétszer ugyanazzal a személyt tölteni egy-egy karácsonyt, két karácsonyt ugyanazzal a személyt tölteni, jó, megfogalmaztam már. Már a bor, már hat máj. Már nem tudom, Magam nem szoktam. Ezt nem tudok. Nem tudom miért. De szomorú lenni szoktam. És úgy hogyan húzom ki magam a helyzetből, be a csoportba és nézd meg a tegnap esti videót. Mindenkinek javaslom, hogy lépjen be a csoportba, nézze meg a tegnap esti videót, amiben elmondtam ezt a hat pontot, amit javaslok nektek is, hogy hogyan... Tehát tudjátok, azon a dolgon nem tudunk változtatni, amik történnek a világban. Azon tudunk változtatni, amilyen módon nézzük azokat a dolgokat. Tehát az, hogy most ebbe már csak ennyi kicsi vörös bor van, azt láthatom úgy is, hogy végre, láthatom úgy is egy alkoholista, hát ah, csak ennyi, van, honnan szerzek még bort. Vagy én mondhatom azt is, hogy te jó, ezt a kicsit megiszom, és már egy nyithatok egy új üveget, és végre megkóstolhatok egy új bort. Tehát ugyanazt a, tényszerű és, uh, ugyanazt a tényszerű helyzetet, amit nem tudunk máshogy magyarázni, ez mit tudom én, ez, ez, ez mondjuk 20 ml, tehát ezen nem változtat semmi. Viszont az, ahogy nézem, az megváltoztathatja annak a jelentőségét. Én így húzom ki magam, de nem, de azért nem jó ez a kérdés, mert nem húzom ki magam, sose esek bele. Tehát vannak hullámvölgyek, vannak hullámhegyek az embernek a, a kedvében, de olyan igazán beleesés, tehát az, hogy ki kell húznom magam, az már azt feltételezni, hogy belestem. De az, hogy annyira hideg és logikus és racionális vagyok, hogy sosem tudok olyan szintre lemenni, hogy azt mondjam, hogy, hogy ebből már ki kell húzódni. Nagyon rosszul érint engem is ez a válság, látjátok, januártól semmi bevétel nem lesz, itt ülök, egy halom kifizetni való számla lesz, majd úgy januárban, mint ahogy most is van, ahhoz, hogy ezeket a, ezt az életszínvonalat, ezt a házat, ezt a környezetet, ezt az életmódot fenntartjuk, az nagyon-nagyon sokba kerül egy hónapba. <kül> Több, mint, mint egy nagyon jó fizetés otthon, nagyon-nagyon jó fizetés otthon, annál is többe kerül. És ez csak a kiadások. Tehát ugye ez csak, akkor még én nem kerestem semmit, akkor még, csak tehát akkor még csak úgymond életben voltam. Tehát nyilván annál is többet kell keresni, ha az ember haladni akar előre. Ö, és ennek kész vége december 31-ével, -e január 1-től kell kitalálni valamit, és mégsem ittam itt meg az összes üvegbort ennek örömére, hogy na akkor eltompítsam az anyám és ne gondolkozzak, hanem, hanem azt mondtam, hogy csinálunk egy olyan videót, amiben megpróbálok hat pontot elmondani nektek, ami segíthet ha azt látom, hogy lehet, hogy nekem ez az ilyen lelki táplálékom, tessék, nézzétek, most itt beszélgetünk, és akkor megírjátok azt, hogy hát köszi, ez hasznos tanács volt, akkor egy kicsit én is töltöttem. Cike kérjük a táncot és az éneket is. Erősen gondolkozom lehet, hogy lesz, az nem élő videó lesz, de ilyen kis összevágott valami, hogy egy kis ilyen kis d i s Itt tartunk még a 80-as években. György Pomázi. Sziasztok, tényleg jól iszod a bort. Akkor ha felé járunk, akkor csak borozni megyünk fel hozzád. Mm, ezt nem tudom, hogy ígéretnek, vagy fenyegetésnek legyen el, hogy eljöttek és megisszátok az összes boromat, vagy hoztok, és azt tisszuk. <laughs> ez nem kérdés volt. Águt a barát, 36 éves nők, ez mire vonatkozott? Hogy az a legtöbb néző? ezt majd el fogom mondani, de egy találatnak érdekes, de akkor én mondjuk egy ilyen lehetne mondani. Én tudom a statisztikákat, amit meg szoktam nézni. Egy ilyen olyan érdeklődéssel figyelem, hogy hogyan. <coughs> Veronika Vámos. Szia, Kati, imádom ezt a májkot, látom te is. Mi hogy most, most, milyen vagyok? Most mit csináltam, te jóisten? Azonnal mondd meg, hogy mi az, hogy ilyen? Milyen? Na <coughs> most valami más, mint amilyen szokott lenni? Jó, hát most nem én beszélek, hanem most beszélgetünk. Illetve nem, hát én beszélek most is, de a ti kérdését. Most nincs konkrét kinyilatkoztatás. Most most nem kiálltam a pulpitusra, hogy megmondjam nektek mindent, hanem most áramlik a kérdés az ön. Andrea Horváth, haó, oh, férfiak, hol vagytok! Haha, itt van Benedek Zalán, hello, hello. Nem tudom, mikor jött ez a posz, de én csak most lapozott lefelé, remélem nem menekült még el. Águt a barát, nem mernek kérdezni, mert ők nem okos könyvek. Ön, nagyon fontos, hogy ezt megértsétek: hogy én nem azért csinálok egy ilyen oldalt, hogy azt mutogassam, hogy milyen okos vagyok. Azt tudom enélkül is. Tehát ahhoz, ahhoz nincs szükségem, hogy, hogy mutogassam, hogy, hogy mi van. Azért csinálom ezt az oldalt. Talán van egy ilyen titkos vágyam is, hogy esetleg én is kapok vissza valamit. Egy-egy ilyen közéhez ez most egy jó ötlet volt, hogy amikor én is töltődök, de ezt nem vallom be. Tehát ne, nehogy azt így értek, hogy ez most bevallás volt. Nem, most csak ezt mondom, hogy lehet, hogy ez is, de nem. Azért csinálom, mert... Euh... Tudjátok, mondtam, hogy véget ér most ez a dolog, és 46 évesen az ember elgondolkozik azon, hogy most mi legyen. Választhatom azt az utat, hogy elkezdem újra felépíteni ezt az informatikai euh, ügyfélkört, hogy akkor csinálom azt, amit 13 éves korom óta csinálok, számítógépek, aztán kicsit később, amikor már lett. Én még emlékszem arra az időre, amikor nem volt internet. Tudjátok, úristen, de öreg vagyok. Azt hiszem 96-ban lett hivatalosan internet Magyarországon, de akkor még ilyen betácsázós modemes. Csinálom az internetes dolgokat. Felépíthetnék egy ilyet, vagy azt mondom, hogy, és ez nem ilyen életközépi válság, vagy amely, én azt mondom, hogy hagyjuk a francba, egyrészt elég tapasztalatot gyűjtöttem már össze ahhoz, hogy azt csináljam, amit, amit mindig is szerettem volna, és amit szeretek. Másrészt ez, ez így a sors akarata. Látjátok, én így tudom nézni ezt a vírust, ez most szétvert mindent, én Baromi lusta vagyok. Én soha nem adtam volna fel ezt a kényelmes életet, azt a pénzt, amit fizetnek ezek a cégek, miközben én itt fetrengek a kanapén, <kül> vagy úszok lent a medencében. Igen, képzeljétek, volt olyan, hogy ott lebegtem a medencébe, így, a koktél, nem vagy, és akkor jött egy SMS. Ah, basszus, munka. Gyorsan válaszoltam az üzenetre, vagy néha ki kellett szállnom a medencéből, oda kellett mennem a számítógéphez, és a szerverem valamit meg kellett csinálni, de én alakítottam ki ezt az életet is. De nem szerettem. Minden alkalommal gyűlöltem mikor be kellett ülni a kocsiba, és menni kellett egy ügyfélhez, mert nem szerettem, nem, nem szerettem ezt a dolgot csinálni. Most azt mondjátok, mit szeretek ezen csinálni? Megint elkezdett esni az eső. Emlékeztek, a, nem tudom melyik videóban mondtam pár nappal ezelőtt, hogy, hogy rossz időt jósolnak. Na, az a rossz idő, amit két nappal ezelőtt jósoltak, az most jött meg. Ennyit tud a spanyol időjárása. Soha nem bízatok abba, ha Spanyolország időjárás el előjelzést nézzetek. Nézzetek fel az égre. Ha esik, akkor van eső. Amúgy nem számít, hogy mit mond. Most kezdett el esni. Két nappal ezelőtt ígérték. Szóval én jó lehetőségnek tartom ezt, hogy a vírus most kiütött nekem mindent. Nagyon sajnálom azokat, akik Hát itt komoly dolgok vannak, emberek vesztették életüket, munkahelyek fognak csődbe menni, de néha kell úgy látnunk a dolgokat, hogy egy kicsit a saját szemszögünkből, néha kicsit gondolunk el a saját túlélésünkre. Az én túlélésem most az, hogy azt mondom, hogy jó, hogy ez, ez a vírus szétvette ezeket a dolgokat, a nullán leszek, a semmiről fogok indulni megint januárban, de, de ez lehetőséget ad nekem arra, és most jött ez a döntés, csak a lehetőséget csak megkaptam. Még mindig eldöntöttem volna, hogy jó, akkor arra a nulláról ugyanazt építem fel, ami eddig volt. Nem, azt mondtam, hogy Féle mindent, elkezdem végre azt csinálni, amit szeretek. <kül> emberekkel beszélni. emberekhez beszélni. Ez két különböző dolog. Most hozzátok beszélek, és megpróbálok olyan dolgokat mondani, amik uh, talán hasznosak. Én szeretem azt gondolni, hogy amit mondok, az hasznos nektek. Majd esetleg visszaigazoljátok. El akartam kezdeni ezt a problémák, megoldások csoportot, és el akarom kezdeni majd uh, ezt a beszélgetős szolgáltatást, amikor azt mondom, hogy uh, hogy emberek beszélgethetnek velem privátban. Nyilván ezeknek kell, hogy legyenek fizetős szakaszai is, mert valaminek ki kell fizetnie a villanyszámlát, mondjuk, ami most ég, vagy azokat a dolgokat, amiket meg kellett vennem az utolsó mikrofontól meg akármi, hogy ezt az egészet tudjam csinálni. Tehát lesznek majd fizetős szolgáltatások. Nyilván azt, amellett, hogy szeretem is ezt csinálni, meg is kellene majd tudnom élni belőle. Tehát ez majd reméljük be fog következni. Tehát nyilván ennek az oldalnak és magának a növekedésnek az is a célja, hogy egy idő után elérjen egy olyan létszámot, amikor ebből lehet esetleg valamilyen fizetős ügyfélkör is azokra a szolgáltatásokra, amikre esetleg igény tartanak. Én, én el akarom adni magam, én meg akarom méretetni magam azon a piacon, ami most óriási, Javasasszonyok, kócsok, pszichológusok, szegény pszichológusok, annyit bántam őket, <laughs> asztrológusok, kinéziológusok, ez egy óriási konkurencia. Ezek mind, ha néztek más élő videókat is, mindenki ott ül. Ja, az MLM-ről még nem is beszéltem, de azt most hagyjuk. Tehát ők csak a kis termékeiket, hogy akkor most minden... De nem bántjuk az mlm -e sem, sem. valaki valamiben, meg kell élni. Na most képzeljétek el, óriási, óriási konkurencia abban, aki a szíveteket akarja. Abban, aki a lelketeket akarja. Abban, aki az életeteket akarja. Mert ezek az emberek, ugye mondtam, hogy a kócsoktól azért akarom távol tartani magam, mert ők eredményorientáltak. Ők azt fogják mondani, hogy Oké, okay, nektek ez az életetek, matematikai módszerekkel kiszámoljuk, hogy most itt vagy, itt vagy, ezt tudod, ez van neked most jelenleg, és hova szeretnél, I ide? Jó, akkor ilyen, meg ilyen, meg ilyen lépések kellene, hogy ide eljussál. Aztán vagy bejön, vagy nem, ezek olyanok, mint a politikusok, garancia nincs rá. Tehát arra nincs garancia, hogy most ö, fele lesz az áfa, vagy, ö, vagy eltörlik az adót az üzemanyagok, nem akarok politikába belemenni. Tehát ebben a csapatban fogok én versenyezni, és azt gondolom, hogy esetleg lesz, fizetőképes kereslet, majd később arra. Korai még erről beszélni, nincs akkor a tábor még, de talán majd lesz. Vagy mit tudom én, van egy olyan másik aspektus, hogy lehet, hogy elég viccesnek tartanak ahhoz, hogy majd behívnak valami tévéműsorba, és akkor majd ott nézhetitek, hogy elmondhatjátok, hogy jaj, én már kezdettől fogva követem, tudom, hogy hogy jutott el odáig. <laughs> és akkor majd a tévéből is integetni fogok nektek, és azt mondom, hogy én ugyanaz a pólós rác vagyok, aki egyébként néha öltönyt vesz, <laughs> akkor is, ha már nagyon híres leszek. Vagy nem leszek. És ez az egész így becsődöl, és mit tudom én, hat hónap után, amikor elfogy a tartalékpénzem, pénzem, vagy akármikor, akkor elmegyek az első megdonázva, hogy mégis feladok egy hirdetést, hogy számítógépet javítok. Windows telepítek, ahogy elindult a karrierem. Nagyon sok évvel ezelőtt. várjátok, valaki azt írja, hogy György Pomázi, a lábadat is láttuk már, nem kell panaszkodnod a testedre. Úristen, mikor mutogattam a lábam? Erre nem emlékszem. Benedek Zoltán, én férfi vagyok. Ezt már bele fogják írni az alkotmányba is. Hogy Zalán néven csak férfiak lehetnek. Örülök. Írj valamit, kérdezz valamit, hogy nem mondják azt, hogy csak nők kérdeznek. Jakab a végre egy pasi is van itt, na látod? Ahogy megjelent egy pasi, azonnal a figyelem rólam, oda. Éva katona, a sportolás tetszik? Úszás, vízilabda, futás, bicikli? Öm, igen, hát most a szakadó eső miatt, meg egyébként is, tehát mint látod, ott van a, ott van a biciklim. De nagyon jó kis bicikli egyébként, mert öm, spét, ugye teleszkópos, meg, meg, a fékek, ilyen tárcsafékek, tehát nem ez a... Nem ez a mi a kereket fékezni, nem olyan, mint egy motornál, valendes tárcsafék. És vettem hozzá egy ilyen kis öm, a kocsihoz lehet a vonórogra tenni egy ilyen nyavaját. És akkor csak felpakolom, mert ugye itt a hegyeken halál biciklizni, ezt a Vuelta-nál is, hogy én ezt nem tudom, hogy tudják megcsinálni konkrétan. Úgy tettem, hogy feldobom a biciklit hátra a kocsira, átkocsikázok valami lapos területre, és akkor ott egy ilyen 10-15 kilométert. Én lovagoltam egy időben, tehát nekem otthon volt lovam, szerettem a lovaglást, otthon nagyon szerettem Kenuval levezni a tisztán. Még fiatalakkoromban szerettem focizni, de nem úgy, hogy csapatban vagy nem csak úgy az utcán a haverokkal. Nagyon szerettem futni, De hát az nem sport. Az ilyen, ilyen gymbe járok, ilyen, ilyen mutogatom magam, meg, meg ilyen... Tehát van olyan, akinek a... És mondjuk nem ítélem el esse, de van olyan, akinek a, a, sport az azt jelenti, hogy na, akkor minden nap a gym. És igazából az egész élete, tehát nem a gym a kikapcsolódás, hanem a gym az élete, és az, hogy néha bemegy a munkahelyére, vagy az, hogy néha közben hazugrik lezuhanyozni, az, az, a, az a másodlagos, az a szünet. Én nem vagyok ilyen. Úszni szeretek nagyon. Itt a medencébe is szoktam oda-vissza ilyen köre. A medence az, az majdnem 8 méteres, 7 és fél méter azt hiszem, tehát ilyen 50 hossz szoktam úszni. Ez ugye olyan 350 méter a rekordom, azt hiszem 150 hossz volt. Egyszer megcsináltam 150 hossz a medencébe oda-vissza ide, baj meghaltam már akkor. Meg tengerbe szoktam úszni. A tengerbe úgy van, hogy azok a bóják, amik a partnál ki vannak rakva, az 200 méteres. akkor kiúszok a bójáig be a tengerbe, kicsit megkapaszkodom pihenek, és aztán vissza. Néha szoktak nézni árgus szemekkel a vízimentők, szoktam látni, hogy úgy, ez mit akarott elől. Mert az nagyon ki, Tehát onnan nem nagyon sokan szoktak kiúszni. Ugye a tengerben teljesen más úszni, mint, a, mint mondjuk egy medencébe. Más a hullámzás, a áramlatok. Néha az áramlat olyan erős, hogy nem tudsz olyan gyorsan úszni, mint az áramlat. Tehát mondjuk a Gibraltári szorosban nem ajánlom senkinek, hogy ússzon. Azt nem tudja legyőzni. <coughs> Benedek Zalán, nem megyek el nyugi. Látom, hogy lassan odaérünk ahova, amiket mondok. <laughs> Csöle, Szilvia, azért nagy szerencsé, hogy augusztusban előbújtál ide nekünk. Akkor te tudod, hogy augusztusban kezdtem? Akkor te már egész kora, korán nézed, mert többen is az újabb nézők közül többen is mondják, hogy hát ez nagyon jó, ez az oldal jó, hogy összehoztam, mióta csinálom, stb. Sokan azt hiszik, hogy ez már nagyon-nagyon régóta megy, de hát összességében én most néztem, hogy október 24-én volt az, amikor az 5000 lájkot ünnepeltük, emlékeztek? Egy hónappal ezelőtt. És most meg már 9000-nél tartunk és nem is tudom, mikor volt a... Hát most ugye nem 24 e van, mert nem bont egy hónap, de most járunk körülbelül 9000-nél. Úgyhogy szép a növekedés. André Horváth, vigyázzunk Benedek Zalánra, el ne tűnjön. Te jó is, te most te is kapni fogod az évet, ugye azért látod. Iva, Tapocsányi né, úgy lehet, feladtál rajtam mindent, mert azt mondod, hogy akkor lehet, hogy maradsz egyedül. Igen, ez nekem is megfordult már a fejemben. Nagyon érdekesek a kérdéseid. Lehet, hogy valami álnéven valami ki lehetsz Gondoltam erre is. Igen. Tehát ez már így a forgatókönyv része, hogy akkor lehet, hogy egyedül maradok. De. Öm nektek is mondom, nem hiszem, hogy kétségbeesésből kompromisszumot kellene kötni. Uh, ahogy 20 évesen nem akartam beleugrani egy elhibázott házasságba, úgy 30 évesen sem, vagy 36 volt, amikor kijöttem. Tehát akkor, akkor kezdtem igazán még csak arra gondolni, hogy na most már akkor tényleg, tényleg kellene komolyan gondolkozni ezen a család dolgon, és akkor elvágtam magam mindentől. Tehát ugye, ugye 10 év alatt itt elképesztően nehéz bárkivel ismerkedni, vagy találkozni. Közben jött ez is, de hát ez van. Benedek Zalán, Csöle Szilvia kérdezi, Benedek Zalán gondoltad volna, hogy ma, hogy ma ennyi nő fog neked örülni? Na már nem is tőlem kérdeznek, nézd meg, Zalán, te vagy az új sztár, holnap indíts egy oldalt, átmegy hozzád mindenki. György Pomázi, öregen megtörténi, ilyet nem mondj, de egy pohár borra, ott hallgatni a beszámolódat, arra mindjárt becsöngetünk hozzá. Ajjajjajjajjajjajjajj. Ajj, ajj, ajj. Vannak az Spanyolországban magyarok, tehát aggódom néha, hogy valaki olyan ír, aki tényleg itt van a szomszédban, becsönget, és becsöngetés, én én meg, én meg kapok. Ha vannak magyarok, akik nézik, akkor jelentkezzenek, mert akarok még interjúkat csinálni. Csak én nem sok mindenkit ismerek. Itteni magyarra szívesen csinálok interjút egy, -egy ilyen pénteki beszélgetésben. Írjatok privátban. <laughs> Anita Berend. lehet, hogy Benedek Zanán egy nő álprofil lenne. Na, nézzétek, mióta bejött valaki, azóta egyfolytában ez a téma. Lehet, hogy álprofil. Ágóta barát, én tudtam, hogy a horoszkópos kérdésen kiakadsz. Nem akadtam ki, csak ez ilyen, ez ilyen, ez az, ami megint számomra ilyen túlzatán leegyszerűsített dolog. Tehát az emberek annyira különbözőek, hogy ez tök mindenkinek mi a horoszkópja. Ágnes Balanyai. Az oroszlán Joli Dzsóker? Ne viccelj. Miért? Hát, miért ne? Miért? Mi, Egyrészt akkor viccelek, amikor akarok. Nekem ne mondd meg! Ilyen az oroszlán. Most miért ne? Az oroszlán mindenkivel egyformán oroszlán. Ezért Jolly Joker. Éve Tapolcsányi, én új vagyok. Kiszúrom az újakat. Csöle Szilvia, már én is hiszem, kitart velem. Küldjetek fotókat, ki mit iszik. Nekem még ennyi kicsi van az alján, és még van két percünk az adásból. <laughs> Jóka, bemese. Aki ennyi nővel tölti az estét, az ne szomorkodjon. Érdekes megközelítés. Lépj a problémák, megoldások csoportba, szerintem te nagyon sok mindenkinek tudnál javasolni majd ilyen érdekes alternatív megközelítéseket. Szeretem az ilyen megközelítéseket. Tehát ezt úgy is fel lehet fogni, igen, ahogy mondod, hogy ne siránkozzak, hogy ennyi nővel vagyok együtt, de akik egész régóta követik az oldalt, azok tudják, hogy az alapkoncepció volt az, hogy én soha nem hirdetek meg semmit előre. Tehát mit tudom én csak így, ahogy esik, úgy puffan van, amikor tényleg öt perccel az előtt eszembe, hogy ú, uh, erről akarok most csinálni egy új videót, mert valami olyat kezdek el csinálni, amiről azt mondom, hogy na ezt nektek is látnotok kell. És akkor azt hiszem, hogy már eltelt az első hónap, mikor felvetettem ezt kérdésként, hogy, hogy hát jó néha csak így leülni, és akkor így beszélgetni a, követő rajongókkal, ahogy Cilla szokta mondani, igaz? követő rajongókat mond, vagy én nem tudom mit. És akkor ezt megbeszéltük, hogy legyenek ezek a péntek esti kötetlen beszélgetések. Tehát ez az egyetlen dolog, ami, ami fix ebben az egész oldalban. De ezt nem én találtam ki, hanem ezt úgy azt hiszem megszavaztattuk. És ez így köz, a közkívánatra lett így. Tehát mondhatnám, hogy direkt alakítottam így, hogy ennyi nővel beszélgethessek péntek esténként, de nem. Ez miattatok van. Értetek van, ez is. Ugye ez a 11. rész, tehát akkor azt jelenti, hogy 11 hete megy ez a, ez a műsor. Ez a leghosszabb sorozat. Főzős sorozat nincs ilyen hosszú. Éva Katona, nekem is innom kellene egy pohárpesgőt, most kaptam az e-mailt, hogy törölték a járatom kérdéseket tegyetek fel. Most már nagyon elmentünk tévirányba. Valamit kérdezzetek például, hogy szeretem -e a gránátalmát. Van egy csomó gránátalmám mindig. És ezek itt vannak már egy hete, és már egész picire, egész picire így már egy kicsit így azt is most már meg kéne ennem. Mindig is vágytam egy olyan társra. Többféle szempontból vágyom egy társra, de az is egy ilyen, egy ilyen álmom, hogy azt mondjam, hogy kikanalazza nekem ezt is egy kis és pohárba így odaadja nekem a, tudjátok, a magokat. Mert egyébként ezt úgy szoktam enni, hogy ilyen komoly, komoly védőfelszerelésbe, tehát abrosz itt is a térdeme mindenhol, és akkor, amikor én így beleharapok, nem csak én meg minden, hanem még az asztal is. Akkor persze, ahogy így eszem, a, hogy ezek a kis piros magok le is esnek a földre, Szeretek általában egy zokniba mászkálni, ugye most is nem akarom mutatni, de itt az okném, sziasztok! Nem milyen udvarias dolog beletenni az embernek a lábát, de csak hogy lássátok, ebbe az okniba végig taposok, és beletörik. Tehát akkor tudok nagyot üvölteni még, amikor nincs kedvem papucsba lenni, és akkor így rálépek egy ilyen elgorult kis szemecskére. Csak ez így álmom, hogy lenne egy társam, aki kik, annál az a nekem szépen, és akkor én csak, én csak nekem csak az élvezet marad. Le, működik ez egy pár kapcsolatban, hogy az egyik, fél, az megtesz valamit a másikért, és akkor itt csak az élvezet marad, hogy a gránátalmát megeltem anélkül, hogy fürödnöm kéne utána, meg beletörni a zokniba a gránátalmát. Ilyen álmaim vannak. Lehet, hogy, <laughs> Lehet, hogy ezért nincs társa. Valaki... <laughs> ja, de hogy jött ez ide? Igen, tehát válaszolni akartam erre, hogy milyen gépet töröltek. Én még mindig gondolkozom azon, hogy vagy én hogy tudok hazamenni, vagy anyu hogy tud jönni, de nem nagyon látok semmi esélyt. Tehát már Kolozsvártól kezdve Pozsonyig, Bécsig, mindent végignéztem, <coughs> ilyen félutas járatokat is, hogy Franciaországba, Olaszországon keresztül átszállás. Semmi. Semmi. És ráadásul továbbra is le vannak, itt a tartományok le vannak zárva, tehát a tartományi határok, tehát innen mondjuk Barcelonában nem, vagy Madridban nem tudok elmenni. Nem tudom, hogy az a négy ország, ami köztünk van, nem tudom. Neked milyen járatot töröltek? a Tótné Szabó, az a jó, hogy a múltkor bevásároltál, ezt is túl fogod élni, lehet, hogy megérezted. Hát igen, inkább ez csak egy ilyen szociológiai kísérletnek szántam, egyrészt jó volt a sónak, de mondjuk azért nem dob ki az ember, amit 250 eurót költöttem erre a nagy bevásárlásra, ami most ott van lent. Ennyi pénzt azért nem költ el az ember csak arra, hogy egy, egy műsort csináljon, mert akkor sokkal marabb, hogy befogyna tartalék pénzem, ha minden műsorom ennyibe kerülne de egy kísérletnek gondoltam, igen, hogy ha én egy ilyet megpróbálnék összeállítani, akkor mik lennének. És én magam is meglepődtem, amikor időnként lemegyek és megnézem a polcot, hogy na mi van, mi nincs, hogy az ember mire gondol, mire lesz szüksége. Ez felveti ezt a kérdést, hogy mi az, ami, mi az, ami igazán kell, amikor bajba vagyunk. És én azt hiszem, egész jól összeállítottam ezt a dolgot, azért mutattam meg nektek. Van egy-két olyan aspektusa, ami, ami fontos, ugye a víztisztító. Nem tudtátok, hogy a öblítővel lehet fertőtleníteni a vizet, ha egy olyan bizonyos típusút vesztek. És még rá is van írva címkére, hogy hány százalékban kell adagolni a vízhez. Ugye nekem itt van 45 ezer liter víz a medencébe, bármi történik, nekem mindig van víz, hogyha megtisztítom. Igen, ez a túlélés azért remélem mindenkire vonatkozik. Tehát remélem mindenki túl fogja élni. Vargáni Görben óra, 16 tonna fekete szén, ha már a dal. 16 tonna Telket eszi? <laughs> 16 tonnát. De nem, 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 tudok énekelni. Meg erre, erre csak cipő tudott. Úgy farcot vágva, így a lábával egyet-egyet dobbantani, és akkor ennyi volt neki is a tánc. Egy olyat esetleg én is tudok majd, de én valami komolyabbra gondoltam. Tehát egy ilyen diszkó, abba valamire, amire így lehetett hogy a 60-as években, így tudjátok így. <laughs> Mint egy szőr Austin Powers, egy ilyen, ilyen izét majd szettet majd egyszer adok. Veronika Vámos, okos, kedves, szuperpasi vagy, nagyon szeretem a stílusot, tetszik nekem. Ez nem randizós oldal, de azért jöhetnek az ilyen kinyilatkoztatások. Besöpröm simán a, a dicséreteket, tehát én nem, nem, szégyenkezem. Ah, szuper, okos vagyok. Vagy mi vagyok? Szuper vagyok, szuper vagyok. <tetszik>, Tetszik. Én ne, én ne, nem fogok itt szerénkedni, hogy ne úgy De, 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 még, még. <tetsz> uh, Judit Kerti, ma vörös, boros, pesgős Nem, van? szeretem. Nekem nincs pesgő. Nem nagyon szeretem a, a, pesgőt, nem tudom miért. A pesgőben mindig azt mondják, hogy a, az édes pesgő az ilyen, az ilyen, ez nem az igazi, a száraz pesgő az igazi, de ezt nem bírom meginni. A pesgőt iszok, a és pesgőt szeretem. De borból általában inkább az ember az alkalomhoz illően választ. Simonyák Lászlóni, érdekes, várjatok. Én úgy érzem, hogy nem mersz lépni, de csináld azt, amit szeretnél. Ha ez a vágyad, és meg tudod valósítani, akkor lép sok sikert. Na de miben nem merek lépni? Hogy társat találjak? Mert én már mindenféle, minden elképzelhető módon próbáltam, tehát ez... Vagy hogy a, a, az üzletben, vagy hogy ezt a probléma megoldós dolgokat csináljam? Akkor meg nem értem, hogy mi a nem merés. Hát egyfolytában azt csinálom, most is azt látod. Építem a közösséget, csinálom az oldalt, egy félért bevétel nélkül csinálom ezt az egészet, sok munkával, tehát azért ez, ez időbe telik. Most gondoljátok, hogy megcsinálom az élőadást, előtte kicsit ki kell találnom, Előtte egy kicsit azért mondjuk össze kell az összes zsír zsebkendőimet, legalább hat papír zsebkendőt használtam, azt mind ki kellett dobnom, tehát egy kis rendet kell csinálnom, de úgy olyan nagyon nem izgatom magam a rendel vagy amivel. nem amikor kész vannak a videók, ugye ezt fel kell um, egy kicsit hát, úgymond címkézni, meg ezt, meg azt a Facebookon, és akkor néha felteszem őket YouTube-ra is. Tehát időnként egy ilyen két-három órás elfoglaltság azért ez naponta, annak ellenére, hogy ugye ez önmagában bevételt nem generál. Én elkezdtem, nem félek attól, hogy nem merem meglépni. Én rám nem hiszem, hogy van olyan ember, aki rám azt mondja, hogy én valamit nem merek. Sok mindent lehet rám mondani. Nagy képi vagyok, beképzelt vagyok. De azt, hogy nem merek, azt még senki nem mondta. Pap Mónika, szia! Csak felolvastam, amit írt. Ezt írta. Szia! Kati Losanci, jó sportriporter lennél. Sportriporter? Hát én nem tudnék foci közvetítést. Én, én mindent elfelejtek, tehát én nem tudnám megidézni, hogy kinél van a labda. én maximum ilyen, ilyen vetélkedőket tudnék jól vezetni. Mert én nem, nem a, tehát, én nem azt csinálnám, mint vágó, hogy... Akkor biztos? Jelöljük meg a B-t, vagy van még két segítsége? <laughs> Tehát én ettől hülyét kapnék. De ugye vágó ilyeneket csinált, én szerettem a... Mi volt ez volt a legyen, azon ön, is, legyen ön is millió most? <coughs> hát, hogy egy kicsit vidámabban adnám elő. Na, melyiket jelöljük meg? Melyiket? 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 A, B, C, D. Mondjál már valamit, mert hát itt mindenki nézi. Hát gondolj, Hívjunk fel valakit? Hívjunk valakit. Na, mondja egy számot. <laughs> Szerintetek hogy egy ilyen, hogy az őrületbe kergetném a szerencsétlen játékos, nem találna semmit. Sörös Melinda, a Várdit még nem láttuk. Na most már ellentmondó információkat kapok erről, hogy láttátok, hogy nem. Tegyek fel majd róla egy képet? Nehogy szavazzatok arról, hogy tegyek fel képet a Várdinról, mert nem fogok. Györgyi Pomázi, ne egy megint én Angliában vagyok, nem tudok csak úgy elugrani oda, de miért nem mondjam poénból. Ja, köszi, a frászhozod rám, aztán még poén is volt. Ü Üdv, biztos te küldted az esőt, mert itt nagyon ritkán esik, ott meg állandóan esik, most megmutáltak, és ide küldtétek nekem az esőt, egy esik az eső. Adél császár, én is iszok is szájdert. Szeretem a szájdert, néha de ritkán, sőt, egyáltalán nem iszok. Is a, a száj, néha szeretem. Köni, milyen az, hogy hívják? Königsberg. Tudjátok, ez egy gyümölcsös száj, azt hiszem van epres, meg málnás talán. Éva Tapolcsányi né, oroszlán, uralkodó nagyvonalú, igazságszerető, szereti a csillogást, szeret a középpontban lenni. Rád Lemző. Ah! Nem, 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 soha, nem, nem, soha. Gabriel Lehocki, szeretné a gyereket? <hül> öm, igen. <hül> Attól függ, <öm. hül> Ez nem... Ugye azt szokták mondani, egy férfinak tovább tart az a kor, amikor még lehet gyereke, mint egy nőnek. De most ha azt mondom, hogy, hogy, vannak olyan kritériumaim, hogy egy nőtől szeretném azt, hogyha olyan dolgokról tudnék, tudnék, róla, vagy olyan dolgokról tudnék vele beszélgetni, amik, amik így generációs különbségeket nem tudnak átítani. Tehát mit tudom én, egy, egy 20 éves lányal nem tudnék járni, mit, mire beszélgetek ez, ez, elképzelhetetlen. De ugye ha azt mondom, hogy ha a korosztályon beliekkel ismerkedem, mondjuk 40 és 45 közötti nőkkel, akkor az már veszélyes lehet gyerek szempontjából. Tehát ugye ott már fennállt a veszély annak, hogyha, az, hogyha egy, egy nő 40 éves kora fölött szül, akkor, akkor lehet, hogy ott már fellépnek komplikációk. Tehát ez azt hiszem ebben a korban már nem csak az én döntésem. Tehát itt már azért más szempontokat is mérlegelni kell. De nem tudom. Tehát ez attól függ, hogy függne. <laughs> De hát ugye mindig csak a mindig csak a párkapcsolat a kérdés. Valami, valamiben nem fejthetem ki a zsenialitásomat? Miért nem kérdeztek az űrrakétákról, vagy kvantumfizikáról, vagy akármi, vagy mit politikáról? Nyomj, politikában nagyon bele tudok menni. Andrea Horváth. Remélem az ünnepek alatt is gyakran jelentkezel. majd az első olyan karácsonyom lesz, hogy nem utazok, nem utazhatok haza a családhoz. Hát ez szerintem sokunkkal így lesz. Péntekenként van Orbánnak is, hát szerencsé... Én nem, hogy tettem én ezt péntek? Tehát is, most úgy teszem, hogy Orbánnak rengelenként van a rádióinterjúra, én meg este beszélek. Ki, melyik? Ki jár jobban? <laughs> Mindegy. Tehát most a hülyeséget félretéve, ma reggel is volt egy szokásos rádióinterjúja, amiben előadta bizonyos dolgokat. Én azt vártam, hogy most lesz valami bejelentés arra, hogy akkor karácsonyra milyen regulációk várhatók, de semmit nem tudott mondani. Tehát nincs nincs arról, hogy mi lesz, azt mondja, a KBL8-napra látnak előre teljes bizonytalanságban vagyunk tartva, nem a vírus a legrosszabb, hanem ez, hogy nem tudunk tervezni. Senki nem tud semmit tervezni. Én eredetileg azt terveztem, hogy ha anyu eljön, akkor itt csinálunk közös főzés videókat. Ő szeret szerepelni, ő simán benne lett volna szerintem a videókba. Mit tudom én, hogy csináljuk a beiglit. Úgy szoktunk, tehát közösen mindig, gyerekkorom óta közösen sütjük a, csináljuk a beiglit, a karácsonyi beiglit. <kül> ez úgy szokott kinézni, hogy már nyeldekelek, ne? Fogalmam nincs, hogy kell beiglit csinálni, de minden alkalommal hajlandó vagyok kinyalni a megmaradt főt mákot, a tányér, vagy a tálból. Ez a közös munka. És akkor végignézhetétek volna, hogy én így... <laughs> így a mákot. <laughs> ő meg, ahogy sütni kell, a... nem tudom, hogy kell sütni a beiglit. Lettek volna ilyen videók, lett volna karácsonyfás díszítő videó. Ugye itt nincs igazi karácsonyfa, itt, uh, itt mindenkinek műfenyője van, aki egyáltalán akar fenyőt. Ö, ö, ez, ez, ez mindig így volt minden éve, most nem tudom, hogy hogy lesz. Ö, én, én nem tudom elképzelni, hogy most egyedül álljak felállítani a fát és feldíszítsen. Tehát akkor nem, nem lesz karácsonyfa. Talán. Nem tudom, mi lesz karácsonykor. Katalin Bimbo. Aki ennyi ideig egyedül él, annak nehéz párt választani. Van egy életmód, amit az ember nem szívesen ad fel. <kül> Az életmódom valójában nem ezt, nem ezt bizonyítja, hanem pontosan azt, hogy nagyon könnyű lenne társat találnom, mert ha mondjuk egy olyan vállalkozó lennék, aki ilyen nappal rohan, vagy építési vállalkozó és reggeltől éjszakáig az építkezéseken rohangálnék és ellenőrizném az embereket meg minden, akkor ugye sokkal nehezebb úgy kell egy pár kapcsolatot, mert ahogy mondod, ebben a korban már az emberek megvannak a szokásai. nyilván abba kellene beilleszteni azt, hogy mikor tudunk találkozni, mikor tudunk elmenni egy moziba, egy színházba, egy randira, vagy egy akármire. Na most az én életem teljesen nyitott. Én azt csinálok, amit akarok. Tehát ha most megismerkednék valakivel, és, én azt, mondom, hogy, és azt mondja, hogy hát figyelj, holnap menjünk el moziba. Hát, az, jó, oké. Okay. Tehát bármit tudok csinálni. És képzeljétek el, mondjuk ilyen munkát csinálnék. Ha megélhetési celeb lennék, úgymond. Ha abból élnék, hogy ilyen videókat csinálok, ezt is tudom bármikor csinálni. Tehát azt hiszem, hogy az életvitelem pont, hogy megkönnyíti azt, hogy, hogy tudnék. De ezek szerint mégsem. Innan a horvát, egy ilyen kedves férfi, hogy lehet, hogy egyedül? Az orosznára nem vonatkozik. Igen, szereted az anyáskorú tépust, jellemző rád, a horoszkópodra, bocsi, üdvözöllek. Én lehet, hogy nem vagyok kedves. Akik ismernek az életben, azok meg tudják erősíteni, hogy időnként nem vagyok kedves. Itt sem szoktam mindig kedves lenni. Tehát, hogyha megnézel több videót, én szoktam kiosztani dolgokat, amikor azt mondom, hogy na már pedig ez, ez hülyeség teljesen, vagy tehát így, így simán belevágom valakinek az arcába, hogy szerintem az hülyeség. De ezt mindig hozzáteszem, hogy ez az én véleményem. Nem bántok meg tudatosan embereket, de gyakran megbántok embereket úgy, hogy elmondom a tényeket. Tehát, hogy kimondom. Ezt, ezt nem szokták meg sokan. Tehát különösen ez az angolokkal volt nehéz. Az angolok az egy olyan nép, hogy egy mondaton belül háromszor mondja azt, hogy sorry, meg please. És uh, amikor angolokkal dolgoztam, ugye most ez szintén véget ér, ez a kicsit az írekre is vonatkozik, mert hasonló népség, ezek az angol szászok. Most ezért megölnének, ha ezt hallanák. Ugye ők írek tehát... <laughs> uh, 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 nekik azt mondom, hogy te angol vagy, az olyan, mintha egy egy, mint egy katalánnak azt mondom, hogy te spanyol vagy, Hát, miért fog folyni? <laughs> Na mindegy, tehát ők nem bírták ezt a direkt stílusomat. Tehát ők soha semmit nem mondanak ki. Ott mindent úgy kell megfejteni, ha át akarnak cseszni, akkor hát, hátulról jönnek, közben az arcodban mindenképpen mosolyognak. Tehát lehet külföldön élni, de nem kell felvenni ezt a stílust. Én azt hiszem, hogy a lehető legjobban feküdne nekem ez, hogy, és tudjátok, tényleg elég jól tudok angolul. én korábban csináltam angol videókat is Facebookra, lehet, hogy majd lementek egy-két ilyen videót, amiket két-három évvel ezelőtt csináltam, és megmutatom nektek, aki, aki érti közületek, érte, aki nem, az úgyis csak engem fog nézni. És mégis sem azt választottam, hogy angolul kezdjek el egy ilyen oldalt, hanem a magyar közösséget választottam, amely egy rendkívül korlátozott számú közösség. Itt maximum 10 millió emberről beszéltünk, tehát nekem soha nem lesz 100 millió követőm. Nincs 100 millió ember, aki érteni ezt, amit most mondok a Földön. De mégis azt választottam, hogy ezt a, ezt a, most nagy szavakat mondok, ezt a nemzetet akarom szolgálni, mert azt hiszem, hogy ennek egy kis része azért szolgálat lesz. Ha ezzel tudok pénzt keresni, akkor is meg akarok tartani egy olyan részt ebből a dologból, ami mindenkinek kell, hogy szóljon, és ami mindenkinek jó kell, hogy legyen. Ez fontos nekem. Anita Berend, küldök majd egy videót, a felbontás trükkjéről, trükkjéről, az Isten áldjon meg. Az életemet mented meg ezzel. Én már majd megmutatom, hogy kell megpucolni a mangót. Stuttgart Budapest járatot ölték, de jó isten, már azt is, akkor mehetsz már, már nem veszünk. Csöle Szilvia, mikor elbúcsúzol tőlünk, milyen érzések kavarognak benned? Na hát ezt még soha senki nem Most már el kell egyébként, mert 15 percet túlléptük az időkeretet. Öm... Én, öm... tehát tudom, hogy amikor most élőadásban vagyunk, akkor ti szeretnétek, hogy ez még, még, még tartson, bár nem tudom, remélem. Volt már, aki mondta igen, tehát így megírta, hogy szeretné, hogy még tartson. De tudjátok, amikor vége egy ilyen videónak, és ezt feltöltöm, akkor valaki vissza akarja nézni, megnézni, hogy úgyis, hogy ez egy óra 15 perc, most már annyi tartunk akkor, akkor lehet, hogy ez elriasztja. Tehát néha kell rövidebb videókat is csinálni, de ez a péntek este ez nem számít. Tehát ilyenkor egy kicsit hajlandó vagyok túltolni úgymond ezt a, ezt a fix egy órát, hogy legyen ez egy kis, kell építeni a közösséget. És majd lesznek a csoportban is még ilyen videók. Amikor kikapcsolom, akkor, akkor visszatér persze megint az egyenlőn lét, mert akármennyire is ez csak egy, hogy most én beszélek, én látom saját magamat, de az üzenetekben tudom, hogy, hogy ez olyan, mint egy ilyen lélek összekapcsolódás. Tehát ilyenkor most így, egy virtuális térben most együtt vagyunk, és utána megint egyedül leszek, de <tosz> nem szoktam sírni, hogyha erre vársz. Tehát nem, nem úgy néz ki, hogy akkor most nagyon szomorú vagyok, és elég várom, hogy csináljam a következőt. Akkor várom, hogy csináljam a következőt, amikor van életem és van ötletem rá. Tehát ö, fontos nekem az, hogy ezt csináljam. Ahogy mondtam, ezt most így elhatároztam de nem akarok, vagy nem függök szerintem ettől érzelmileg. Remélem, kérdegítő válasz. már értem, mi is utáig, amikor a piros lé folyik, minden mindenhová. Te mit, mit tennél meg? Hogy, hogy mit tennék meg? Mondj rá egy példát, miben mit tennék meg? Egy hajóért mondjuk, hogy legyen egy hajóm? Csak azért mondom, mert a jó barátok, nem a jó barátok, na, hanem a maffiózók megy közben már, nem hiszitek el, hogy éppen mit csinálnak? Hát nyilván egy hajón ücsörögnek és beszélgetnek. Szegény Gandolfin is meghalt nemrég. És ezt, ezért mindent. Na jó, azt nem amit Gandolfini az izében, tehát ilyen maffia főnök nem lennék, de így kint a tengeren, mondjuk horgászni sem horgásznék. De igen, sok mindent, <kül> sok mindent dolgoznék, hogy, és próbálok is, hogy meglegyen a hajó. Bánhidi Julianna, Alikanta, itt van a magyar ismerősöm, a riportot szeretnék készíteni. Persze, szeretném, hogy jelentkeznének magyarok. Borogban az édest, a félédest vagy a száraz bort szereted? Erre nem is válaszolok. Ezt a kérdést nem láttam. Jó, azt hiszem sikerült minden kérdést átlapoznom. Mondom, egy kicsit már túlléptük az adást. Örülök, hogy ha tetszik nektek ez a dolog, azt, azt kérem, karácsonyi ajándék, szeretném elérni a tízezret, úgyhogy ha lehet, akkor, ha tetszik ez, osszátok meg, hívjátok meg az ismerősöket, hogy lájkolja az oldalt, minél többen legyünk, és lépjetek be a, lépjetek be a problémák és megoldások csoportba. Szép hétvégét kívánok mindenkinek, azt nem ígérem meg, hogy lesz most hétvégén kirándulás, mert szakad az eső, és most a spanyol meteorológia is azt jelezte, hogy három napig szakadni fog az eső, úgyhogy kimenni nem tudunk lehet, hogy majd egy, egy esősét legyen, egy singing in the rain, énekeljek az es, táncoljak az esőben, majd meglátjuk, jó? Ma estére akkor szépeket mindenkinek. Sziasztok!